Az óvoda és az iskola zavartalanul működött a veszélyhelyzet idején Kocsolán, de a nagy hagyományokkal bíró közösségi rendezvények elmaradtak. A település vezetés azonban a pandémiás időszakban is kiemelt figyelmet fordított a falu lakosságára. Sajnos a rendezvényeink elmaradtak az elmúlt időszakban. Egyetlen egy eseményt tudtunk megtartani, ez a hagyományosnak mondható nőnapi bálunk, vagyis asszonybálunk. Ez volt az év első, és most már tudjuk, hogy az utolsó rendezvénye is. A többi rendezvényeinket már sajnos a pandémiás helyzet miatt nem tarthattuk meg. Így a falunapunk, az idősek napja, az ifjúpolgároknak a kis tea délutánja mind-mind elmaradt, de valahogy szerettük volna a lakosságot kompenzálni, ezért az idősekhez is a képviselőtestület tagjai személyesen mentek el, és vitték jó kívánságukat, és pénzbeli támogatást nyújtottunk nekik. Ez 200 feletti létszámot jelent. A fogyatékkal élőket és a rokkantsági ellátásban részesülő polgárokat szintén pénzbeli juttatásban részesítette az önkormányzat. Minden réteget szeretnénk megmozgatni, tehát minden rétegnek valamiféle juttatást, támogatást szeretnénk eljuttatni. Ezért a tavalyi évben már a lakhatási, a lakásfenntartási támogatásunk is nagyon jól működött. Erre ebben az évben, most januárban már kiküldtük a kérelmeket, ezek folyamatosan be is érkeztek, és február hónappal ezeket tudjuk folyosítani a családoknak. Úgy gondolom, hogy ezzel a rezsiköltséget kicsit tudjuk csökkenteni. Az idei évnek újult erővel vág neki a településvezetés, az már biztos, hogy Kocsola épülni és szépülni fog. A 2021-es évre nagyon sok feladat vár ránk, nagyon sok célkitűzésünk van, amit meg szeretnénk valósítani. A Magyar Falu program által 3 pályázatot sikerült elnyernünk. Ez egyszer az óvoda felújítása, amire 39 milliót pályáztunk és kaptunk is meg. Ez teljes óvoda felújítást jelent. Ezen kívül az óvodába egy új játszótér is el fog készülni, és utakra, járdákra is pályáztunk, ezek közül a járda pályázatunk nyert, aminek az anyagköltsége 5 millió forint, ezen elkezdhetünk a járdát térkővel lerakni. Minden pályázati lehetőséget megragadnak, hogy a falu tovább fejlődjön. A tavalyi év folyamán nem sikerült elnyernünk a közösségi térre a pályázatunkat, ezt idén is beszeretnénk mindenképp adni. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy itt a falu központjába ezt a létesítményt létrehozzuk, és egy szép színvonalat emeljünk falunkba. Folyamatban van, 2 millió forintot nyertünk az illegális hulladék lerakónak a felszámolására, és a közmunkások segítségével fogjuk a szelektálni a hulladékot és a konténerekbe helyezni, és folyamatosan elszállítani. A templom új köntöst kap a faluban. Hamarosan befejeződik az épület külső felújítása. Ezt a pályázatot az egyházmegye nyerte és bonyolítja le. Úgy néz ki, hogy most már a templom felújítása kívül teljesen megoldódik. Belső munkálatok azok még visszavannak, csak sajnos a pályázat már nem teszi lehetővé, hogy ezt a belső munkálatokat is pályázat útján meg lehessen valósítani. Ez teljesen az egyház megye által kiírt pályázat, és annak a megvalósulása is ez. Terveink között szerepel még a szünidei táboroztatást, amit az önkormányzat átvállalna ennek a költségét, és itt a gyermekeket tudnánk a nyár folyamán táboroztatni. Falunapot meg szeretnénk tartani, szüreti felvonulást szeretnénk tartani, a júliusi búcsút meg szeretnénk tartani. Reméljük, hogy most már a helyzet majd lehetővé teszi, hogy ezeket a rendezvényeket meg is tudjuk valósítani.